az M41-es sorozatú dízel-hidraulikus mozdony elsősorban személyvonati szolgálatra alkalmas. Legnagyobb sebessége 100 km per óra. A Gantz Mávag által gyártott mozdony 1973-ban jelent meg a MÁV hálózatán. A beépített dízelmotor teljesítménye 1324 kW. A továbbított személyszállítóvonat fűtéséhez szükséges villamos energiát a beépített 250 kW teljesítményű fűtőgenerátor állítja elő. A négy tengelyes 16,5 kN tengelyterhelésű mozdony két vezetőállású. A teljesen hegesztett mozdonyszekrény együtt hordó szerkezet. A jármű ütközői munkaemésztő gyűrűrugós kivitelűek. A vonókészülék névleges teherbírása 85 kN. A fővezeték kapcsolatok mellett a fő légtartály vezetéket is kivezették a jármű mindkét végére. A villamos fűtés csatlakoztatására lengő kábelt és dugaszoló aljzatot szereltek fel, melyek fedelei a fűtési reteszelő kulccsal nyithatók, illetve zárhatók. A mozdonyon beépített vörös jelzőlámpák vannak. A fényszórók közül az alsó kettő 24 volt feszültségű halogénizzó, a felső 72 volt feszültségű hagyományos izzó. Az ingavonati üzem során mindkét távvezérlési csatlakozást használni kell. Két mozdony szinkron üzeme esetén csak a középső. A járműszekrény mindkét oldalán V-alakú lemezekből kialakított rácsozat mögött találhatók a légszűrők. Ezeken és a hűtőelemeken keresztül jut a levegő a ventilátorok segítségével a géptérbe, amely így folyamatosan szellőztetett. A dízelmotor működéséhez szükséges levegő a járműszekrény felső részén elhelyezett száraz légszűrőkön átjut a turbófeltöltőbe. A járműszekrény alatt helyezkednek el a tüzelőanyagtartályok. A két forgóváz között a jármű két oldalán lévő tartályokat csövek kötik össze egymással, lehetővé téve a gázolaj átfolyását egyikből a másikba. A tartályok össztérfogata 3000 liter. Mindkét tartályon van feltöltő nyílás, mellette szintmutató pálca és üveglappal fedett szintmutató. A tartályok alján két-két darab nagyméretű tisztítónyílás és két-két darab leeresztő csavar van. Az akkumulátorláda mellett vezették ki a hűtővíz, kenőolaj és a kézmosóvíz feltöltő vezetékét. A főkeret alatt elhelyezett főlégtartályok víztelenítő váltóinak működtető karját kivezették a szekrény mindkét oldalára. Az akkumulátor szekrény a tüzelőanyagtartályokból van kiképezve. A szekrények oldalfala lenyitható, tetejükön szellőzők vannak. Az akkumulátorok típustól függően vagy mindkét oldali szekrényben találhatók, melyeket sorba kötöttek, vagy csak az egyik oldali szekrényben. A homokoló berendezés a forgóvázak külső oldalán juttatja a homokot a kerekek alá. Csővezetéken keresztül jut a homok a sín koronára, a járműszekrény alsó részén elhelyezett tartályból. Ez a vízzáró tömítéssel ellátott nyíláson át tölthető fel. A járműszekrény oldalában helyezték el a külső vészkikapcsolót, amely a lenyitható ajtó üvegablaka mögött található. Kiállásba kapcsoláskor feszültségmentesül a mozdony. Itt található az X10 jelű főkapcsoló, mely az akkumulátorokat kapcsolja a vezérlési áramkörre. A kontaktorok mellett található a vezérlő áramköri nagy teljesítményű olvadóbiztosító.
A járműszekrény oldalában a lenyitható ajtó mögött van a hűntartó csatlakozója. Mellette van az átkapcsoló, mellyel vagy a külső hálózatra, vagy a saját akkumulátorra kapcsolható a hűntartó áramellátása. A baloldali egység az indítás ismétlő, melynek feladata a villamos indítómotorok fogaskerekének kapcsolódását biztosítani a dízelmotor indító fogaskerekével. Mindaddig ismétli az indítást, amíg a kapcsolódás létre nem jön. A jobboldali egység a párhuzam kapcsoló, amely a két darab villamos indítómotort egyszerre helyezi feszültség alá. A járműszekrény a forgóvázak mindkét oldalán egy-egy vízszintes csapszegen át támaszkodik a forgóvázhoz kapcsolódó gerendákra. A gerendákat a forgóváz keretre ingás felfüggesztés rögzíti. Így lehetséges a forgóváz és a szekrény egymás közti billenése, a tengelyterhelés kiegyenlítése. A két tengelyes forgóvázak H kialakításúak, lemezekből hajlított és hegesztett szekrénytartós szerkezetek. A két hoztartót középen kereszttartó köti össze, amely a rajta lévő Z alakú vonóerő fékező erő átadó szerkezettel csatlakozik a járműszekrényhez. A tengelyek lengőkarokkal kapcsolódnak a forgóváz kerethez. A forgóvázak egy része ferde elrendezésű rugózással épült. A hoztartóban elhelyezett vízszintes rugó emeltyűn keresztül van összeköttetésben mindkét tengely csapágyházával. Ez az összeköttetés valósítja meg a tengelyek közti terhelés kiegyenlítését. A lengéseket a vízszintes rugó vezető pályája csillapítja. A függőleges elrendezésű rugóval épített forgóvázaknál nincs vízszintes rugó, nincs tengelyterhelés kiegyenlítés sem. A tengelyterhelés eltéréseket a járműszekrény billenő felfüggesztése egyenlíti ki. A légnyomásos fék mindkét forgóváz összes kerekére két-két féktuskóval hat. A forgóváz keretben oldalanként egy-egy 8 colos iker fékhenger található. Mindkét keréknek önálló, kiegyenlített fékrudazata van, melyet a vonórudak változtatásával lehet szabályozni. A durva állítás a keresztcsapok áthelyezésével, a finom állítás a csavarorsóval lehetséges. A két vezetőállás kialakítása azonos. Itt helyezték el a menetszabályozót, a különféle kapcsolókat, műszereket, ellenőrző lámpákat, fékező szelepeket és a kéziféket. A fülkék hátsó fala készülékszekrénynek van kialakítva. Az EEVB ismétlőjelzője a két szélvédő között, a sebességmérő a vezetőasztal bal oldalán található. A menetszabályozó kapcsolóval a résztöltés és 15 menetfokozat kapcsolható. A menetszabályozó mindenkori állása az átvilágítható ablakban olvasható le. Tőle jobbra van a háromállású irányváltó kapcsoló. A vezetőasztal üzembehelyező kapcsolóval kell az adott vezetőasztalt üzembe helyezni. Az üzembehelyező kapcsoló reteszeli az irányváltó kapcsolót, az irányváltó kapcsoló a menetszabályozót. A kapcsolókar levehető. A két sorban elhelyezett billenő kapcsolókkal lehet a világítást és a különféle üzemi funkciókat kapcsolni. Az alsó sor kapcsolóit az üzembehelyező kulcs nulla állásában nem lehet működtetni. A csatolt mozdonyt üzembehelyező kapcsolót a csatolt mozdonyról áthozott kulccsal lehet működtetni. A menetszabályozó alatt van a légkürt és a homokoló működtető kapcsolója. A vészleállító kapcsoló kihúzásakor a mozdony feszültségmentesül, a dízelmotor leáll, a vonat befékeződik. Csak az A oldali vezetőálláson található meg az éberségi kiiktató kapcsolója, az EEVB tolatás menet kapcsolója és az üzemmód kapcsoló.
Az éberségi kiiktató kapcsolónak üzemszerűen beállásban, ólomzárral ellátva kell lennie. A tolatás menet átkapcsolót tolatás állásba kell fordítani, ha tolatási mozgásokat kell végezni. Az üzemmód kapcsolónak három állása van. Vezérlőállás a mozdonyról való vezérlés esetére, csatoltállás a csatolt mozdonyról való vezérlés esetére, kocsiállás a vezérlő kocsiról való vezérlés esetére. A vezérlőasztalon két műszer van beépítve. A baloldali a fűtési áram nagyságát mutatja, melynek legnagyobb értéke 220 amper lehet. A jobboldali műszer a dízelmotor percenkénti fordulatszámát mutatja, melynek a menetszabályozó nulla állásában 650-nek, a 15. menetfokozatban 1515-nek kell lennie. A jobboldali szélvédő fölött helyezkednek el a következő műszerek. Hidegvízköri hőmérő, a hidegvízkör üzemi hőmérséklete 40 Celsius fok. Melegvízköri hőmérő, a melegvízkör üzemi hőmérséklete 90 Celsius fok. Fűtési feszültségmérő. A fűtési feszültség névleges értéke 1500 volt. A fűtéskorlátozás bekapcsolásakor 1200 volt. Segédüzemi feszültségmérő. A segédüzemi feszültség értéke 165 és 255 volt között lehet a dízelmotor fordulatszámától függően. Akkumulátor feszültségmérő. A töltő feszültségtől függően 72 és 88 volt közötti lehet az akkumulátor feszültség értéke. Itt találhatók a légfékberendezés műszerei, az időlégtartály nyomás mérője. A fékhengerek kettős nyomás mérője. A főlégtartály és a fővezeték kettős nyomás mérője. A bal oldalon helyezkednek el a következő műszerek. A készülék légtartály nyomásmérője, melynek üzemközben 5-5,2 bár értéket kell mutatnia. A dízelmotor feltöltő levegő nyomásmérője, melynek üzemközben 1-1,5 bár nyomást kell mutatnia. A kenőolaj nyomásmérő a dízelmotor alapfordulatánál legalább 1,5 bárt, a legnagyobb fordulatszámnál legalább 6 bárt kell mutatnia. A vezetőasztalon található jelzőlámpák. Üzem zöld fénnyel jelzi, hogy a mozdony terhelhető. Hiba vörös fénnyel jelzi, hogy valamilyen hiba miatt a mozdony nem terhelhető. Menet zöld fénnyel jelzi a második nyomatékmódosító feltöltődését. Irányhiba vörös fénnyel jelzi, hogy az irányváltó nem állt be a megfelelő helyzetbe. Túlsebesség. Vörös fénnyel jelzi a túlsebességvédelem működésbe lépését a jármű 110 km per óránál nagyobb sebessége esetén. Üzem csatolt. Zöld fénnyel jelzi a csatolt mozdony terhelhetőségét. Hiba csatolt. Vörös fénnyel jelzi a csatolt mozdony terhelhetőségét. Menet csatolt, zöld fénnyel jelzi a csatolt mozdony második nyomaték módosítójának feltöltődését. Irányhiba csatolt, vörös fénnyel jelzi, hogy a csatolt mozdonyon nem állt be az irányváltó a szükséges helyzetbe. Túlfeszültség, vörös fénnyel jelzi, hogy a segédüzemi generátor feszültségének 300 voltra növekedése miatt a túlfeszültségvédelem működésbe lépett. A jelzőlámpák üzemképességét az ellenőrző kapcsoló jobbra fordításával lehet ellenőrizni. A baloldali szélvédő fölött elhelyezett jelzőlámpák a vezetőasztalon